Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Úton vagyok éppen haza, hogyha kinéztek, akkor láthatjátok, hogy kezd sötétedni. De megyek haza Hódmezővásárhelyre, és szeretném nektek megmutatni, hogy mivel töltöm az időmet otthon. Lesz benne egy kis karácsonyi készülődés, egy kis lovaglás, úgyhogy tartsatok velem! És haza is értem. Nagyon sötét van, nem tudom mennyit láttok itt a dolgokból, de jövök. Körülbelül egy órája értem haza, de már úton is vagyunk Szegedre, édesnyával és Sanyival. Sanyi megy fodrászatba, mi pedig megnézzük édesnyával a karácsonyi vásárt. Be is értünk Szegedre, a hátam mögött már láthatjátok a fényeket. Elindulunk, megnézzük, hogy mi van a Széchenyi téren. Elmegyünk a Dóm elé, és megkeressük az óriás kereket is. Hogyha megy még ilyenkor, akkor fel is ülünk rá, úgyhogy gyertek, tartsatok velünk! Let it snow, let it snow. Itt amennyi embert látok, ugyanennyi van még a túloldalt is, és mindenki ide vár. Úgyhogy ezt most nem várjuk végig, de majd visszafele megnézzük, hogy hátha kevesebben lesznek. Rengetegen vannak egész körbe, mindenki fotózkodik a szarvassal. Nem tudom, körülbelül 3-4 éve lehet itt Szegeden kiállítva ez a kis csodaszarvas. Egyszer sem volt még képem, úgyhogy ezt most befotoljuk. Mára befejeztük a karácsonyi vásározást. Nagyon-nagyon hideg van. Megfagytunk. Hello! Szia, kiskutya! Szia! Szia, Guszti! Szia, Guszti! Hello! Hello! Szia. Haza is értünk, és rögtön behoztunk egy dobozt, amin látjátok azzal, hogy karácsonyi kellékek. Itt van előttem a doboz, és előre is elnézést szeretnék kérni, hogyha csipogó hangot hallotok, az csak a sütő, ugyanis zappelyhes süti készül. Meg fogom nektek azt is mutatni, de először kezdjünk el kipakolni. Szóval, az első dolog cukorrudacskák. Annyira jól néznek ki dísznek. Ezt a díszt nem fogom most kibontani, de ha felértem Pestre, akkor mindenképpen csinálok róla nektek vagy videót, vagy képet. Ez egy kis rénszarvas, és ez a legcukibb rénszarvas, amit egész életemben láttam. Jé! Van adventi koszorúm. The next day. Hello! Na szépen! Szóval jó reggelt kívánok mindenkinek! Elérkeztünk a vlog második napjához. Tegnap láthattátok, hogy elkezdtem kicsomagolni a dobozokat, viszont lemerült a kamerám, úgyhogy itt van nálam a kis fenyő. Ez jelen pillanatban így néz ki, és most el fogunk indulni virágboltba, és elviszem feldíszítetni a fát. Amióta az eszemet tudom, Cleo. Amióta az eszemet tudom, azóta abban a virágboltban járunk, úgyhogy most el fogunk indulni, és feldíszítetjük. Le is adtam a kis fenyőfát, karácsonyfát, jövő héten valamikor kész lesz, úgyhogy azt majd látjátok sztoriba, hogyha megkaptam. Eljöttünk meglátogatni a keresztfiamat, és hoztunk neki golyócskát, golyócska függő. Mindjárt megmutatom, hogy mennyire örült neki. Szia! Hello! Gyere, hozott neked valami! Gyere ide, Boti! Gyere, gyorsan! Gyere! Gyere ide! Hello! Szia! Boti! Mit van? Mi ez? Bogyó! Ó, ne kézzel! Kanállal szépen. Nem, mert szerinted tudja kanállal. Na, megfogod kézzel? Fog meg. Úgy. De jó. De finom. Kanállal inkább, úgy. Oh-oh.
kap. Nézzünk olyat akkor. Szia, kisbaba. Nagy alvásokba vagy, látom. A leglustább ló az egész világon. Jó, van, hagylak tovább aludni. Van-e valaki még, akinek ilyen óriási üstöke van a lovának? Nevetséges. Nem baj, így szeretünk. Szép vagy. Szóval, ahogy láthattátok, kiértem a lovardába, és Enjoy már felkelt, úgyhogy nem sokára fel fogom szerelni, és mutatok nektek részletet az edzésből is. Az egészet nem fogom megmutatni, mert az azért hosszú. Előtte viszont szeretnék nektek megmutatni pár dolgot, hogy hogy szoktam felkészülni az edzésre. Megmutatom azt is, hogy én hogy szerelem fel Enjoyt, és mik azok a teendők, amiket elvégzek lovaglás előtt. Ezen kívül pedig szeretném nektek megmutatni az új nadrágomat. Annyit kell róla tudni, hogy még augusztusban néztem ki ezt a modellt, viszont valahogy elmaradt, hogy felpróbáljam és válasszak, és múlt héten volt még belőle egyetlen egy darab, és pont jó is volt rám, tetszett a színe is, úgyhogy ezt megvettem, ezt megmutatom nektek. Írjátok meg a komment részlegbe, hogy tetszik-e nektek, vagy nem. Nem egy hagyományos szabás, és nem mindenkinek tetszett eddig, akinek megmutattam, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek róla. Először megmutatom így, ilyen színű. És ami nekem nagyon tetszett, hogy van két ilyen zseb az oldalán, mindig problémám van azzal, hogy a telefonomat hova rakjam lovaglás közben. Itt is van egy zseb, ide is elfér, viszont nem bírom tőle behajlítani a lábam, és itt nagyon kényelmesen pont belefér, és szerintem legjobb helye lesz itt edzés közben. A nadrág után akkor a következő dolog, amit szeretnék nektek megmutatni, ezt kérdeztétek tőlem páran az előző videó után, hogy... mi ez a fa valami? Ez egy sámfa. Méretre készített sámfa, csizmához van. Két részből áll, van egy első része és egy hátsó része. Így kell ugye beletenni a csizmába. És ez a két kis fa csavar végül is arra van, hogy lehet állítani a méretet, hogy teljesen a saját lábadra tud állítani, illetve a saját csizmádra. És akkor, ha így a csizmánál tartunk, akkor igazából az első dolog, amit én meg szoktam csinálni, hogyha kiérek az istállóba, hogy az utcai cipőmet átveszem csizmára. Nem tudom, valamiért én jobban szeretek csizmába szerelni, nem annyira szeretek az utcai cipőmbe bemenni a boxba. De mellém ki is vannak már készítve azok a szerszámok, amiket fel fogok tenni Enjoyra. Néhányból van külön itthoni és versenyverzió is, ilyen például a szügyhám, a heveder, a kantár, az invédő, természetesen az alátét is. Ütéscsillapítóból és nyerekből egyet használok, ugyanazt használom otthon, amit versenyen is. Jelen pillanatban itthon Enjoyt egy kétszer tört csikózablával lovagolom, versenyen pedig egy hakamor zabla kombinációval. Ezt képeken már láthattátok, és később majd meg is fogom nektek mutatni ezt videóban. Idén mi már nem megyünk versenyre, úgyhogy azokat a dolgokat, amik az ugrással, versennyel, felkészüléssel kapcsolatosak, azokat most nem fogjátok látni, de hogyha szeretnétek, akkor jövőre, amikor újra elkezdünk versenyezni, akkor azokról is fogok nektek videót csinálni. Szerencsém volt, mert tegnap volt kint, és nagyon szépen le lett utána ápolva, úgyhogy elég volt, hogy kefével áthúzom. Most kifésülöm még a farkát, és szerelem is fel. Hogyha felülök rá, akkor mindig ki szoktam fésülni a sörényét is, és a farkát is, nem csak kiszedem belőle a szalmát. Viszont, hogyha kifésülitek a lónak a farkát, akkor mindenképpen fújjátok be valami sörényfénnyel, mert nagyon könnyen ki tudjátok tépni, és nem olyan könnyen nő vissza. Az istállóban minden lónak van saját alátétje. Nem gyakori, de előfordulhat, hogy a lovak elkapnak gombás fertőzést, és nagyon könnyen ki lehet ezt védeni, hogyha minden lónak van saját alátétje, hogyha esetleg elkapták volna, valahogy gombásak lettek volna, akkor nem terjed át egyik lóról a másikra. Az alátét után a következő az egy ütéscsillapító. Az alátét után a következő az egy ütéscsillapító.
oda kell figyelni, hogy alul a szügyénél ne vágja a lovat, illetve, hogyha előre nézel egy kicsit, illetve így meg tudjátok nézni, hogy a karika, a martingálnak a karikája nem érhet lejjebb a csípőcsontjánál, mert akkor rövid. Feltettem rá az invédőt is, rajtam már fent van a sarkantyú, úgyhogy már csak a kesztyű van hátra. Évek óta ugyanabból a márkából egy színű, ezt a színű kesztyűt használom. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nekem nagyon tetszik ez a szín, itthonra is nagyon szeretem, és versenyen szerintem nagyon jól néz ki, amikor zakóba, szépen fehér nadrágba fel vagyok öltözve, és ilyen színű a kesztyűm. Írjátok meg, hogy nektek tetszik-e ez a szín, nagyon sokan leszóltak már érte versenyen, hogy tök béna ez a szín, és hogy nem is értik, hogy hogy tudom ezt használni, viszont nekem nagyon tetszik, úgyhogy kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Ahogy láthattátok, fel is ültem, elindultunk kifele a fedelesbe, kint majd keresek egy jó kis helyet, ahonnan tudom nektek videózni az edzést. Minden edzés elején és végén körülbelül 10 percet szoktam sétálni, a bemelegítő sétával már készen vagyunk, úgyhogy most elkezdem az edzést. És végeztem is az edzéssel, körülbelül 40 percet dolgoztam, egy valamit elrontottam, mert sapka nem ártott volna, már nagyon fázott a fejem, de túléltük, mindjárt indulunk be. Vissza is értem az istállóba, leszereltem Enjoyt, elpakoltam a cuccaimat, ott láthatjátok a csizmámat már összeraktam, úgyhogy már csak annyi dolgom van, hogy Enjoyt letakarjam. A kamerám, de én már a kocsiba ülök, elindultam vissza Pestre, nem tudom mennyire látjátok, de iszonyatosan meg lett pakolva a kocsi. Ha felértem, akkor jelentkezem. Vissza is értem Pestre, fent vagyok már a lakásban. Ezt szerettem volna nektek még megmutatni, hogy mink van. Ugye mi Bencével nem fogjuk együtt tölteni a szentestét, úgyhogy úgy döntöttem, hogy hozok fel egy kis karácsonyfát, ez az én régi kis karácsonyfám, és idén ez lesz a mi közös fánk. És van egy ilyen nagyon cuki kis modern adventi koszorunk, annak hívjuk így is, adventi koszorú, ami meg is gyújtottuk az első gyertyát, advent első vasárnapján. És ennyi is lett volna ez a kis hétvégi vlog, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins,